Belegondoltak már abba, hogy a júnyírók milyen sok gazdaság működésébe belelátnak? És abba, hogy talán az övék a világ egyik legnehezebb munkája. Hiszen a fizikai igénybevétel mellett arra is minden pillanatban figyelniük kell, hogy a juhok nehogy megsérüljenek. Ezekkel a gondolatokkal indultam el, amikor elhatároztam, hogy egy teljes napot töltök egy júnyíró brigáddal. Szeretném, ha minél többen megismernék az ő életüket és a munkájukat. Tartsanak velem! Tóth István vagyok, tiszakürti lakos. 2006 óta foglalkozom birkanyírással, és azóta járjuk az országot. Sajnos ugye már csökkenő a jó állomány. Tehát nem nyírtunk idén annyit, mint tavaly. 2006-ban kezdtem a gépi nyírást, akkor még orosz gyártmányú gépekkel, egyedül. Saját magam kárán tanultam, nagy szenvedéssel, és szépen összeraktam az információkat, és már hétfős brigádot vezetek, heten nyírunk. Sokáig egyedül nyírtam, egy jó pár évig, aztán 2010-ben csatlakozott hozzám öcsém, utána szépen lassan, majdnem minden évben egyel-egyel többen lettünk. És a juh létszám is gyarapodott, amit meg kellett nyírni. Ment a hírem, hogy ugye birkanyíró van a környéken. Hát az ügyfélkör az először Kunszentmárton térségére korlátozódott, kisebb tételekre. És ugye ahogy egyre nőtt a brigád, úgy növekedtek az állományok is. Egyre nagyobb létszámú csapatokat is el tudtunk vállalni. Hogyan néz ki egy napotok? Mindenki össze van szedve, megbeszélt időpontban, akkor megállunk egy boltnál, bevásárolunk, ami kell ugye arra napra, és akkor utána elindulunk a gazdához. 7 órára vagyunk ott mindig, és akkor az összepakolás az durván fél órát vesz igénybe, lezsírzás, összepakolunk, vagyis szétpakolunk, összerakjuk a gépeket, és akkor körülbelül olyan 7-8-kor fogunk hozzá a nyíráshoz. Azt szoktam kérni mindig a gazdáktól, hogy akkora szorítót csináljanak, hogyha például 5-en megyünk, vagy 6-an megyünk, vagy 7-en megyünk nyírni, legalább mindenkinek jusson 10 birka egy fogásra, mert ha attól kevesebb van, akkor avval minden hajtással, minden pihenővel csak az idő telik el. És erre azért oda szoktam figyelni, mert akkor a nap végére óra hosszákat tudunk csúszni. Hát ugye avval kezdődik, hogy a szorító részbe be van hajtva a birka, ugye az adott létszámú birka, ami a nyíró bandának elég. Egy ajtós az kell, aki nyissa csukja az ajtót, mert ha nem lenne ajtós, akkor ahogy hordja kifele a fogóember, akkor az vagy kiszalad, vagy beszalad, és akkor annak az úgy nem jó senkinek se. Ha gyógyszerezni akar a gazda, ugye az nem mindenhol van, valahol nincs, akkor az nyírás előtt, tehát ha maximum addig, míg a nyíró elébe le van ültetve, mert ha utána akarja, akkor az össze kavarodik az ember, hogy ez most volt, nem volt, az egy határpont, amikor le van ültetve a nyíró elébe, és akkor az nincs elfelejtve. Akkor az megkapja az oltást, és akkor a kihordó ember, akik rá vannak állítva, az ugye az természetesen a nyíró kiszolgálják, abba a pozícióba ülteti le a birkát, ahova az kell, mert ugye spirálos gépekkel nyírunk, ez helyhez kötött. Tehát ha arrébb van 30 centivel, vagy előrébb, vagy hátrébb, vagy bentebb van a gép, akkor az már nekünk nem jó. Tehát pont abban a pozícióban kell leültetni a birkát, ahova azt elő van írva. És leülteti a fogóember a nyíró elébe, és akkor a szépen elkezdi az ő munkáját. Az körülbelül egy olyan 2-3-4-5 percig tart egy birkának a nyírása. Közben félszemmel a fogóember figyeli a nyírót, hogy nem fel akar tőle kelni, mert olyan ideges birkák is vannak, akik mindig szabadulnának a nyírótól, de ugye emberből van a nyíró is, és akkor van olyan birka, aminek sikerül is fölkelni, és akkor a fogó ember az oda megy segíteni, lefekteti a birkát, vagy éppen annyi elég is lehet, hogy lefogja a fejét, hogy ne vergődjön annyira. Na most ez nem mindegyik birkára jellemző, de elő szokott fordulni. És akkor a nyíró az szépen elvégzi az ő speciális szakmunkáját, és akkor úgy engedi el, főleg a spirálos gépekről beszélünk, hogy ne akadályozza az elengedett nyírót birka a másik nyírót, mert volt már olyan, hogy beleakadt a spirálba a nyírót birka, és akkor akár képes még az állványt is fölborítani. Olyan irányba kell elengedni a birkát, hogy ne zavarjuk meg a másik nyírót. Oda jön akkor a
A gyapjúszedő, annak viszont nem szabad késlekedni, mert ha késlekedik, akkor az egész munkát föltartja, és akkor mihen meg van nyírva a birka, ott marad egy gyapjú kupac. Az a jó nyíró, aki nem szabdalja szét a gyapjút, tehát most hogy egybe marad a gyapjú. És akkor a szépen egybe fölmarkolja a gyapjús ember, és akkor az gyorsan elmegy onnan, és akkor belerakja a zsákba. És akkor a munka szépen meg tovább. Magyarországon hogyan néz ki a brigádok technikai felszereltsége? Én úgy látom, hogy nem nagyon vannak elterjedve ezek a korszerű gépek. Ezek a legkorszerűbb gépek a világon, ez a Heiniger, és hát ugye az ára az egy nagyon visszatartó dolog, mert nem olcsó játék ezeket megvenni. Még jobban inkább ezek az orosz farmatoros vagy az orosz ruszki orosz spirálos gépek vannak elterjedve. Én ezt 2017-ben kezdtem el ezeknek a gépeknek a próbáját, nem csalódtam bennük, és ugye évről évre lassan-lassan kicseréltem, azt hiszem 2 vagy 3 év alatt kicseréltem az egész gép garnitúrát, úgyhogy már 2019-2020-ban már az összes gépem Heiniger volt, nem csalódtam bennük. Annyi, hogy nem kell egész nap avval kínlódnom, hogy na, itt hullott szét, ott szakadt meg a spirál, ezeket nem kell. Ezeket, ha reggel beindítja az ember, akkor egész estig csak kés kell cserélni, csak azé kell leállítani, vagy éppen pihenni. Mit jelent a kollégáid számára az, hogy korszerű eszközökkel dolgoztok? Sokkal jobb nekik ebben dolgozni, mint a régi technológiával, mert tehát őnekik is, ha jó szerszám van a kezükbe, akkor maximalizálni tudják az ő tudásukat. És őnekik is csak avval kell foglalkozni, hogy csak tolják a birkába a gépet. Tudom, hogy nagyon büszke vagy a brigádodra, ezt meg is értem, hiszen mindannyian gyönyörűen dolgoznak. Hát ezeket az embereket én válogattam össze. Tehát nem minden ember jöhet az én brigádomba. Mostanában nem tanítottam be embert, tehát ők már, akik nyírnak, ők már legalább 5 éves tapasztalattal rendelkeznek, meg ugye természetesen több éves tapasztalattal, aki már régen kezdett. Akiket én válogatok össze, azoknak meg is van a helye a brigádba. Nem potyára, úgyhogy hát javarésze ugye unokatestvér, sógor, öcsém, tényleg olyan emberek vannak, akik beleillenek ebbe a brigádba. Megbecsülöm őket, tisztességesen bánok velük, becsülettel, és ugye én arra számolok, hogy nem csak idénre kell az ember, nem csak egy napig kell az ember, hanem jövőre is. A szezonunk az úgy néz ki, hogy március 5-ével mi elkezdjük otthon nyírni a birkáinkat. Az általában nem szoktuk egy nap alatt megnyírni, hanem elhúzzuk egy 5 napig. 2 napig még rápihenünk, tehát az 10-e és 11-e, 12-ével szoktunk, március 12-ével szoktunk elkezdeni élesbe birkát nyírni. És március 12-től általában valahogy olyan június közepe 20-áig szokott mindig eltartani egy szezon. István, speciális helyzetben vagy, júnyíró, jútartó és jútenyésztő is vagy egyben. Szeretném, hogyha elmondanád, hogyan látod az ágazat jövőjét? Milyen kihívásokat látsz, mik a legnagyobb problémák, és hogyan lehet ezekre megoldást találni? Hát én úgy képzelem el ezt a juhászatot igazából, hogy nagy probléma a mellé állított ember, aki kihajtsa a birkát, meglegelteti, tehát olyan embert már nehezen lehet találni. És ugye nekünk, vagyis hát a juhászoknak az felé kell mozdulni, hogy ezt a problémát kiküszöbölje, hogy minél kevesebb emberi beavatkozással tartsa az ember az állatot. Mert ugye ezek a hazai juhfajták, meg az a hazai tartás technológia elég emberigényes. Nincsenek elterjedve a legelőkertek használata, nincsenek elterjedve azok a fajták, akik a légy ellen jobban védettebbek. A normális farokkurtítás is sok helyen avval találkozok, hogy nagyon le van vágva a farka a birkának, tehát a péráját még esélye sincsen, hogy elzavarja a legyet. Tehát most mondok példákat, nyírunk olyan juhászatokba, ahol csak azon csodálkoznak, hogy megeszi a légy a birkát. Ugye ez nagyon nagy probléma a hazai juhászatokban. Mert hogy a falat hűvösbe beleltetik a birkát, ott ugye a légy az nagyon szeret köpni, de ha zártabb istállóba behajtsák, sötétebb helyre,
ott gyengében, ott is köp a légyet, de minimálisan. Tehát ezt ugye szem előtt kell tartani. Na most olyan fajták lehet, hogy előtérbe kerülnek majd, ami már úgy jobban elfeledettebbek. Én például az állományba 2 cigályakost vettem. Én szembe megyek az árral, mert a cigálya törzstenyészetekben ilyen légköpés az alig van. Tehát van, tehát az is birkából van, de az gyengébben. Tehát ő egy őshonos fajta, ami még úgy, ahogy piacképes, keverve a hazai elterjedt birkákkal, még kamionképes bárányt lehet előállítani. És egyébként a félvér cigálya, merino birka, az egy nagyon szép birka tud lenni. És ugye azt kell erősíteni inkább, hogy minél edzettebb, minél az anyai tulajdonságai jók legyenek a birkának, és az időjárás viszontagságainak is, hogy megfeleljenek. Ne legyen sántaságra hajlamos, hogy minél kevesebb emberi beavatkozást igényeljenek. Tehát irányadó mértéket kell mutatni a gazdáknak. Segíteni kell őket videókkal, interjúkkal. Na ez most éppen Busch Jánosnál nyírunk deszken. Ő neki egy olyan tenyészetet sikerült kialakítani, ahol a légy, meg mondjuk a környezet is rásegít, hogy a légy az nem nagyon dolgozik. Hát a gazdasszonyok meg a gazdák azok általában olyanok, hogy rengeteg a dolguk. Nagyon szépen megköszönjük, amikor kapunk ellátást, reggelit, ebédet, vagy éppen ahol ott ér bennünket a napszak. De ez már nem jellemző az emberekre, hogy ellátást kapjunk. Mi nem is kérünk egyébként, ez nincs is benne az árban. De nem jellemző, nem jellemző, inkább úgy mondom. Ez itt olyan ellátást kaptunk, hogy az megszólal igazából azt, amit majd látnak is a nézők, hogy itt majdnem, hogy 3-4-5 fogás is volt, meg lassan majd kész a marhapörkölt is, ha végeztünk ebből a nyírással. Úgyhogy hát örülünk neki, hogy ilyen helyekre is tudunk járni. Itt még van egy utolsó szorításunk, utána itt végeztünk, megebédelünk, és akkor megyünk tovább. Aztán, amikor ott végeztünk, akkor meg irány haza. A nap vége felé megtudtam még egy fontos információt. A nyírás szezon végén kezdődik a körmölés időszaka. És ez a csapat a körmölésből is jócskán kiveszi a részét. Nézzenek meg búcsúzóul velem egy rövid összeállítást mindezekről. Stop the meat.